A reggeli létszámregisztráció után kiderült 560 indulóval újabb rekord született a Széki kupán. Egy nagyon komoly mezőn jött össze, amelyben azért jó eséllyel meg lehetett mondani, kik végeznek majd az első hadban. Az utánpótlás korosztályaiban, aki számít, mondhatni néhány kivételtől eltekintve, mind eljöttek a bátaszékiek nagyszabású versenyére, a Széki kupára. A felnőtt szinten nem gondolnám azt, hogy most mindenki jelen van a Széki kupán, de utánpótlás szinten nagyon-nagyon erős mezőnyöket tudhatunk. Tehát így, hogy ugye korosztályokon belül három súlycsoport van, és azon belül is van kezdő és haladó, tehát olyanok, akik már rutinosabbak, és akik ugye kevesebbet futott versenyzők, így is 32-es, 16-os táblák vannak. Az MTK, az UTE, a KSE, a Budaörs csapatának már a megjelenése is egyfajta elődemonstrációval ért fel. A hozzájuk képest más szakmai és anyagi természetű lehetőségekkel bíró kis bátaszék utánpótlás fronton a Nagy Ákos érában lassan negyed százada felveszi velük a versenyt. Az Izsák Bence nagyon jó formában van, Bognár Barna nagyon jó formában van, Nagy Jánosi Boton nagyon jó formában van, a Kisbánk Boton szintén nagyon jó formában, tehát hogy a Steigler Bencéről nem is beszélve, tehát azért megvannak az érem várományosaink, de nem helyeznék terhetet, nincsenek elvárásaink. Azt szeretnénk, hogy jól szerepeljenek. Négyen vittek haza aranyat a Széki kupáról a bátaszéki ese versenyzői közül, Puskás Donát, Gál Dániel, Kovács Zoltán és Köbő Ágnes.